Vajda Lajos része volt a gyerekkoromnak, mert hogy egy olyan ember mellett nőttem föl, akinek a legjobb barátai festők vagy képzőművészek voltak. Volt egy olyan irodalmi és művészeti lap, és itt nagyon fontos a művészeti, amit úgy hittak, hogy Újírás, aminek 61-től volt munkatársa az édesapám, Juhász Ferenc. És amikor volt egy önálló Vajda szám 1967-ben, akkor nem csak neves művészek vagy kortársak írtak Vajdáról, hanem az édesapám is, akinek nagyon sokat jelentett a munkássága. Úgyhogy én ebből a szövegből szeretnék felolvasni. A kevesek a kiválasztottak közül való volt. Nem tudok borzongás nélkül, elragadtatás nélkül, a világegyetemet tojáshéját szétrepesztő tömprengés nélkül gondolni Sivár életére, teremtő akaratára, nagy csuklós kezeire, tűzzel mámoros, szent elragadtatásban égő szemeire. Ő nem csak a művészet értelmét és célját, de a lét értelmét és célját kereste. A lét alapelemeit és szerkezetét. Élete rövid volt, megaláztatásos és nyomorúságos. Művészete a világosság gyökereig jutott el, a fénylő tűz gyökérig és a fekete alapképletig. Művészete egyszeri volt, és épp ezzel olyan küldetésszerű, mint a megváltóké.